Kedves kollégák, kedves hallgatók, hát megkezdenénk akkor a mai délutánnak az utolsó szekciónak a programját, amelyben hát még viszonylag sok előadás vár itt a társaságra. Egyi Gábor, Klaszter Péter, Kuszman Gergely, Kavecsánszki Máté és jó magamnak lesz még mondani valójában a témában. Itt nagyjából egy óra és egy negyed óra alatt, úgyhogy arra kérem a kollégákat, hogy próbáljuk ezt a 15-20 percet korrektan tartani, ahhoz, hogy valamennyien végezni tudjunk. És a kényelmesebb elosztás és a helykihasználás érdekében akkor most bemutatnám az asztalon a helyfoglalókat. Először Egri Gábort köszöntöm, aki ismeretlen az Egri közönség számára. Kuszman Gergely pedig már vezette a korábbi szekciókat, tehát ők nem kell különbözősen, mert a Szelenyi Károly Főiskolának az agrikusa. Helycserés támadást hajtottunk végre az előadók között olyan módon is, hogy a Kuszman tanárnak kötelezettségei vannak a későbbiekben, úgyhogy övé lenne a lehetőség, hogy startoljon most. Jó, tehát Kuszman Gergely fogja kezdeni a mostani szekciót, és akkor az ő előadását követően hagynék időt arra, hogy ha kérdések merülnek föl, akkor azt ott rögtön meg lehet kérdezni, és akkor utána őt útjára tudják. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Megvallom őszintén, a kutatásaim során eddig még nem foglalkoztam túl behatóan a magyar társadalommal, a magyar társadalom kisebbségi kérdéseivel, viszont a nemzeti identitással, kisebbségi identitással és hát igazából a bevándorláspolitikával már igen, de főleg nyugat-európai kontextusban. Úgyhogy én inkább elméleti síkon szeretném megközelíteni, de pontosan az elhangzottakra reflektálva, ami volt akár délelőtt, vagy az előző szekcióban is szeretnék én is hozni egy példát. Úgyhogy nagyon örülök, hogy létezik egy ilyen része is a konferenciának, ami nem, nekem elmondtaknak ad helyet, hogy egy picit más szemszögből is megközelítjük ezt a kérdést. Jó, rögtön azzal kezdeném, hogy ami számomra egy folyamatosan megújul és szűnni nem akaró probléma, ez a különböző nemzetépítő projektek. Ez olyan nemzetépítő elképzelések vagy stratégiák, amelyekről valahogyan a társadalomtudományos közeg a 90-es évek környékén azt vélte felfedezni, hogy azt reméltem, hogy ez mind a múlté. Legalábbis Nyugat-Európában. A nemzetépítés lezárult, egy olyan színes, ám mégis egységes jövő elé nézünk, amelyben képesek leszünk egy európai egységet megteremteni. Ebben természetesen megfér a nemzeti szuverenitás, megférnek a különböző speciális berendezkedések, politikai és nemzeti berendezkedések, ám mégis Európa egységessé válik. Most a 2000-es években ezt már egyre kevésbé gondoltuk úgy, gondolták úgy a társadalomtudósok, és ma már talán egyértelművé válik, hogy ahelyett, hogy egyre inkább közelítenénk egymás felé, eltávolodunk. Ezt most nem csak nemzetállamok szintjén értem, bár talán nem túl nagy bátorság jelenteni, hogy a nemzetállamok, a nemzetállami elképzelés inkább megerősödött, semmi feledésbe merül. Ez mindazonáltal ez nem feltétlenül negatív, de nagyon gyakran és könnyen negatívumba csaphat át. Ha a nemzetállamok és a nemzetállam identitások megerősödéséről beszélünk, akkor mindig felmerült a kérdés, hogy vajon ez honnan indul. Mi az oka, mi a célja ezzel, ha nemzetépítés, akkor döntéshozók és talán állam. Létezik egy olyan állami stratégia, egy olyan direkt stratégia, ami inkább megerősíteni a nemzeti identitásokat, semmint valami másra törekedne. Ezt hangsúlyozom nem feltétlenül a negatívum. A negatívum talán, és szintén a 2000-es éveket hozom fel, így nagyon nagy stílűen általánosítva, ahol mégiscsak elkezdődött egy olyan folyamat, és amit esetleg itt Szarka tanáról is említett, az értelmiségi réteg felelősségéről, vonjuk be a politikusi réteg felelősségét. A 2000-es években persze ennek már voltak gyökerei, egyre inkább megújuló és felmerülő nacionalista mozgalmakat, valahogy hajlamosak voltunk egy olyan lenéző mosollyal elintézni, azt mondani rájuk, hogy ezek különféle szubkulturális törekvések, vagy futballhuligánok, stb. Szintén ez egy olyan probléma, amit ma már talán senki nem gondol így. Senki nem gondol így, mivel ezek akut társadalmi problémák. Nem csak Magyarországon, én ezt ugyanúgy értem akár a német, akár a brit, akár pedig a francia társadalomra. A kérdés tehát az, hogy
Mivel nemzetépítés zajlik, akár direkt, akár indirekt módon, ez természetesen teljes mértékben ország specifikum. Mégiscsak az történt, hogy a nemzetépítő stratégiák bármennyire is szerették volna irányítani, vagy kontrollálni ezt az egész képletet, mégis valahogy az történt, hogy lehet ez nem törődömség, lehet ez hanyagság, de valahogy kiengedtük a nacionalizmust, kiengedtük az etnikai nacionalizmust a palacból, és most úgy látszik, hogy ez a szellem valahogy végig söpöl, hanem is a látványosan szerencsére Európán, de mégiscsak jelen van szinte mindenhol. Itt most ezt lehet úgy értelmezni, hogy bizonyos társadalmakban a nemzetállamot és a nemzeti identitás új kihívások elé állítják. Új kihívás elé állítja azt, hogy miként határozzuk meg a nemzetet, a nemzeti identitást, hogyha van a társadalomban egy olyan réteg, egy olyan társadalom réteg, ami nem illik bele. Nem illik bele, nem feltétlenül szociális szempontból, kulturális szempontból. Mi van akkor, hogyha ezek az ellentétek egyre inkább kulturálisakká válnak? Mi van akkor, ha ezek kulturális és szociális ellentétek is? És felmerülhet a kérdés, hogy vajon ezen miképpen lehet segíteni, vagy van erre törekvés, hogy segítsünk? Vagy egy kicsit átudaljuk ezeket a különbségeket. Mivel maga az a probléma, ami talán nyugat-európai társadalmakra is igaz, vagyis az etnikai nacionalizmus mindig megtalálja azokat a társadalmi rétegeket, akiket kikiállhat ellenségének. Ellenség, mivel valamit úgymond a nemzeti érdek ellen tesz, de ha nem érzi magát a nemzet részének, akkor vajon mi a teendő? Megint csak ez, talán nem a 90-es évek, egy kicsit később úgy tűnt, hogy kulturális identitás, értem, kulturális örökség, tehát szimbólumok egy egységesítő szerepet tölthetnek be. Tehát maga a nemzet és a társadalom olyan jelképei, amely viszonylag értékmentesek. Tehát most, hogy kimondtam ezt, hogy értékmentes, ebben én magam sem hiszek. Ezen felmerül a kérdés, hogy akkor mi a kulturális, vagy mi a nemzeti örökség. Szerintem a jelenlegi társadalomtudományos közeg már nem táplálja azt az illúziót, hogy a kulturális örökség egységesítheti a nemzetet. Ezt már megfogalmazhatjuk, hogy talán ez már a múlt. És ez ugyanakkor nagyon sajnálatos. Nagyon sajnálatos, mivel a kulturális örökség és egységesítés, akkor ismét csak ki hozza létre. Miért van az, hogy a kultúra és a különböző kulturális jegyek, vagy a nemzetet szimbolizáló jelképek egyre inkább a politika szférájába kerülnek? Ki állítja azt, hogy egy kulturális örökséggel mindenki azonosul tud? Semmi. Senki. Nyilván ilyen nincsen. Hogyha ezt most egy kicsit belekontálkodok a magyar viszonylatokba, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugye ki az, vagy létezik-e olyan kulturális egység Magyarországon a kulturális örökség révén, ami mögé mindenki felsorakozik. Jelen akár a Szent Jobb, vagy a már említett nemzeti ünnepeink. De a nemzeti ünnepeink, ahogy szintén visszautalnék az előző előadásokra, már egyre inkább tartalmunkat veszíti. Egyre inkább nem tudjuk, hogy mit jelent. És csak egy ilyen nagyon-nagyon akkurátus történészi közeg jegyzi meg, hogy akár március 15-e, most itt mindannyian szaladgálunk, nagyon nagy kidomborított mellkassal, a mi kis olasz kokárdáinkkal, mert ugye elméletileg a kokárda szép világa belülről kifelé értelmeződik. Tehát maga ezek a képletek valahogy elcsúsztak, nem működnek megfelelően, és egyre kevésbé tudják megteremteni azt az igényt, amit ha nem azt mondom, hogy integritás, nem azt mondom, hogy asszimiláció, nem azt, hogy társadalmi kohézió. Egy olyan társadalmi kohézió megteremtése, amely vélhetőleg egy új irány, persze nem új, de talán sokak számára újnak tűnhet, amely olyan egységet alakul ki, ahol létezik a bizalom, létezik az egységes normakövetés, igazságosság és a felelősség érzet. Ezek hatalmas nagy szavak, nagyon nehéz megvalósítani, akár csak egy részét is ennek az egész elképzelésnek. Viszont ha nincsen állami törekvés, vagy ha az állami nemzetépítő törekvésekből hiányzik az a vágy, vagy az az elszántság, hogy mégiscsak erre törekedjen, akkor nem fog megvalósulni semmiféle társadalmi kohézió, még annak a minimál szintje sem. És ezáltal, hogy
félreérthető módon zajlanak a nemzetépítések, vagy nem teljes mértékben felép le a társadalmat, utat engednek azoknak a nacionalista törekvéseknek, amelyek megfogalmaznak általános problémákat, és úgy állítják be, hogy ezek mérgezik meg a jelenlegi problémákat. Ezek mérgezik meg a jelenlegi társadalmat, és a probléma, a megoldás pedig az, hogy ezeket az elemeket ki kell buktassuk. Ezt hangsúlyozom, ezt leginkább nyugat-európai társadalmakra értem, ahol, hát nem is tudom, például a francia nacionalizmusnak egyik központi eleme az iszlamizációtól való félelem. Attól félelem, hogy a francia társadalom szépen lassan, vagy a francia társadalmat meg fogja mérgezni egy tőle teljesen idegen kultúra és vallás. Ne is említsük, hogy már a vallás az önmagában egy tabu téma. De hát ezektől való félelem és ezeknek a félelmeknek a felnagyítása egészen addig erősödni fog, amíg nem tudja ezt lefedni egy állami törekvés, egy olyan nemzetépítő törekvés, amely befogadó, amely inkluzív, amely képes arra, hogy megismertesse, akár már az oktatásban is, megismertesse a kulturális sokszínűség értékét. És akkor egy példát ígértem, és ezzel is zárom az előadásomat. Rengeteg példát lehetne hozni, hogyan lehet befogadó egy társadalom. Azért jutott eszembe, mivel itt szóba került az oktatás. Egy kiváló példa, két héttel ezelőtt egy terepmunkám voltam Spanyolországban, Castilla-La Mancha régió. Egy olyan iskola, amely csak és kizárólag helyi közösségből kikerült diákokat foglalkoztat. Ez 90%-ban roma és 10% bevándorló közösség. Az iskola 4 évvel ezelőtt az iskolát egy támadás érte. A szülők szó szerint megostromolták az iskolát, mivel a tanárok és diákok között olyan ellentétek alakultak ki, amely sajnos tetlegességük fajult. Miután véget ért ez az incidens, a helyi önkormányzat, a minisztérium, a más közigazgatási rendszer, mindegy, egy nagyon radikális lépést tett, az összes tanár kirúgta. Igazgatótól fogva minden tanár kirúgott. És innentől fogva csak olyan tanárokat alkalmazott, akik tisztában vannak azzal, hogy hova kerülnek, tisztában vannak azzal, hogy számukra, tehát tisztában vannak azzal, hogy hogyan és miként kell ezekkel a fiatalokkal bánni. Egy megoldás, egy kiváló példa, minden egyes osztályban 10-15 fős osztályok voltak, legalább 3 felnőtt felügyelte ezt az oktatást, ez általános iskola. Egy tanár, egy úgynevezett tanársegéd és egy szülő, mivel bevonták a szülőket is az oktatásba. Bevonták a szülőket, és ezáltal teljes mértékben áthidalva a tanár és a diák közötti feszültségeket. Ez egy olyan megoldás, ami hangsúlyozom és nagyon röviden zárva, még rengeteget tudnék róla beszélni, de ez egy olyan megoldás, ami kétségkívül egy best practice, kétségkívül egy olyan példa, ami Spanyolországban például már több helyen is elterjedt. Ez a példa, de talán alkalmazható lenne helyi közösségi szintjén, mivel még mindig az a problémám, és ezzel zárnám az előadást, ez a probléma, hogy nagy-nagy általánosítások, nagy-nagy kategóriák túlzottan is nagyívűek. Nem szabad, nem lehet univerzálékat ráhúzni bizonyos elképzelésekre. És végül egy idézettel zárnám ezt az egész kis előadásomat. Johann Georg Hamann egyszer, mikor többször is félreértették, így írt Immanuel Kantnak, ez Wolf Leibniz cikkéből idézem egyébként. Engem kell kérdeznie, nem saját magát, ha meg akar érteni. Tehát valóban rá kell döbbennünk, akár európai zállás szempontjából, akár itt Magyarországon, mint többségi társadalom, csak úgy lehet hatékonyan különböző projekteket, vagy befogadó projekteket, inkluzív projekteket elindítani, hogyha van egy együttműködés és diskurzus az érintettekkel. Köszönöm szépen! Gondolkodik a társaság, addig jelezném, hogy ugye az Eszterházy Károly Főiskolán most már hagyománya lesz annak, remélhetőleg egyre szélesebb körben elterjedve, hogy nem csak a hallgatók, hanem az oktatók is részt vesznek olyan szakmai tanulmányokon, amin a Huszon Gergely az előző héten volt szerencséje részt venni Spanyolországban.
Én a következő héten megyek Franciaországba, a kolléganőnk Írországban volt decemberben. Ezek mind olyan lehetőségek, amik nyitva állnak az oktatók számára is, de természetesen a hallgatók számára is nagyon sok olyan lehetőség van, amit innen meg tudnak próbálni, és innen tudnak tovább lépni ezzel. Kérdés? Óhaj? Sóhaj, panasz? Ha nincsen, akkor én megköszönöm Gergének az előadást, és akkor Egri Gábornak átadom a szót, és felkérem Kavecs Ászkét Mátét, hogy foglalja a Gergén megyét, és akkor ilyen helycsönös beállásokkal folytatjuk a Nagyon köszönöm a lehetőséget, a meghívást. A közepébe vágnék tekintettel arra, hogy csak 15 perc a rendelkezésemre álló idő, és nem 20, ezért nem fogom ecsetelni, hogy milyen módon függ össze mindez, amit mondani szeretnék etnikai kategorizációról, identifikációról, lojalitásról, alapvetően történeti példák alapján. Az etnikai kategorizáció problémája a modern állam számára legalább a 19. század óta létezik. Négy lényeges dimenziót emelnék itt ki, ami miatt az etnikai kategorizáció az állam és az államszervezet számára fontos. Ez egyik a társadalom ellenőrzése. Minél jobban ismeri az állam azt, akik az alattvalói vagy polgárai, annál jobban képes akár ellenőrzés alatt tartani, akár a szükségleteiket megismerni, és ehhez a minél többfajta kategóriába való besorolás az egyik megfelelő eszköznek látszott, tulajdonképpen részben ehhez köthető a nagy állami statisztika születése is. Egy másik ilyen dimenziója az etnikai kategorizációnak a joggyakorlat, például a kisebbségi joggyakorlat lehetősége. Ugye ahhoz, hogy kisebbségi oktatást hozzunk létre, az államnak ismernie kell, különösen, hogyha bizonyos kritériumokat szab ehhez, tehát hogyha például megszabja, hogy mondjuk a szükséges mondjuk 40 kisebbségi tanuló ahhoz, hogy kisebbségi iskola vagy kisebbségi osztály indulhatna egy településen, akkor ez ismernie kell, hogy egyáltalán hány kisebbségi diákra számíthat egy adott településen, de ugyanígy ugye a közigazgatással vagy az igazságszolgáltatással szemben, vagy az igazságszolgáltatás keretein belül kisebbségi jogok gyakorlásához szükség van arra, hogy valaki kisebbségiként jelenjen meg, tehát ahhoz például, hogy anyanyelvét használhassa, illetve az államnak tudnia kell ahhoz, hogy ezeket a jogokat, ha tényleg biztosítani akarja, hol alkalmazza mondjuk tolmácsot például egy bírósági tárgyalás esetében. Én elkülöníteném a politikai jogokat ebben az esetben a kisebbségi jogoktól, részben azért, mert a 19. században ezeknek az intézményesítése sok helyen elvált. Tehát például az osztrák-magyar monarchiában, ugye Magyarországon alapvetően, mint hallottuk, nyelvi jogokkal bírtak a kisebbségek, de ezeket kisebbségi jogoknak is tekinthetjük. A monarchia másik felén, Cisztlajtániában egy sor a magyarhoz hasonló, esetenként attól bővebb kisebbségi nyelvi jog mellett tartományonként politikai jogokhoz is hozzájuthattak. Például Morvaországban, Galíciában vagy Bukovinában speciális nemzeti kúriákon keresztül választhatták meg a tartományi gyűlésbe a képviselőket, de egyébként, amint hallottuk Dobó Marian előadásában, ugye a nemzetiségi, most már nemzetiségi választói névjegyzék is részben ennek a kategorizációnak a része, és egyúttal egy politikai, kisebbségi politikai joggyakorlásnak a lehetővé tétele is. És egy negyedik dimenzió, ami talán nagyon furcsa, hogy itt megemlítem, hogy tulajdonképpen a diszkriminációhoz, a diszkriminatív politikákhoz is arra van szükség, hogy az állam kategorizálja a polgárait akár etnikai alapon, amennyiben például ugye egy állam politikai célkitűzésnek tekinti, hogy mondjuk a zsidókat eltávolítja a területéről, a közéletből, bizonyos gazdasági ágazatokból, ahhoz először meg kell határoznia, hogy ki az, aki ő maga zsidónak tekint, de ugyanígy mondjuk a 19. században elég gyakori volt Poroszországtól kezdve, 1916-ban még Erdélyben is bevezették Magyarországon, bizonyos földvásárlási korlátozások intézményesítése kisebbségekhez tartozókkal szemben. Az identifikáció önmagában is egy nagyon izgalmas, illetve ez a kategorizáció önmagában is egy nagyon izgalmas kutatási kérdés. Amiről én azonban itt beszélni szeretnék, az elsősorban ennek egy egyéni dimenziója, hogyan függ ez össze az identifikációval. Az identifikációban az esetben nem azonos az identitással, az identifikáció az egyénre jellemző, nem
A csoportidentitás tulajdonképpen egyfajta viszonyulás, és ebben az értelemben inkább helyzethez kötött, nem pedig állandó. Tehát arról szól az identifikáció, hogy milyen helyzetekben azonosítja magát valaki egy adott csoporttal, az legyen az etnikai, nyelvi, foglalkozási csoport, egy szubkultúra, ezek mind-mind részei az identifikációnak. És hát nyilván, amikor az állami kategorizációról és az identifikáció összefüggéséről beszélünk, akkor legalább ilyen izgalmas az, hogy az állam által kialakított kategóriák határai hogyan sérülnek meg, amikor szembesülnek ezzel az egyéni azonosulással. A harmadik probléma, amit érinteni fogok, ez szörösen összefügg ezzel a kettővel. A nemzeti állami rendben a lojalitás az nagyon könnyen összekapcsolódik ezekkel az etnikai besorolásokkal és kategóriákkal, különösen, hogyha ezeket a kategóriákat eleve a kizárás szándékával hozzák létre, tehát megint csak visszatérve azokhoz a példákhoz, mondjuk ehhez a földforgalmi korlátozáshoz, ezeknek az indoklása általában nem az volt, hogy valamilyen módon ez összeegyeztethető lenne bármilyen módon egy adott országban a jogegyenlőséggel, hanem sokkal inkább az, hogy egy adott nemzetnek, ez többnyire a többségi nemzet, szüksége van ezekre a földvásárlási korlátozásokra a kisebbségekkel szemben, ahhoz, hogy egyébként a térbeli terjeszkedését például folytatni tudja, vagy akár csak megakadályozza az, hogy egy kisebbség mondjuk térben szintén terjeszkedjen. A lényeg tehát, hogy az identifikáció és a kategorizáció bizonyos esetekben valamilyen módon konfliktusba kerül, illetve maga az állami kategorizáció ezt az azonosulást rákérdezhet erre az azonosulásra, az identifikációra, és ebben az értelemben ez a szituatív, többrétegű, összetett, ezek szinte már közhelyszerű jelzők a szakirodalomban, az identitásra és az identifikációra vonatkozóan egy olyan meghatározással kerül valamilyen viszonyba, amelyiknek a célja az, hogy zárt és lekerekített legyen, és rögzített ebben az értelemben, vagyis azt próbálja meg az állam elérni, hogy csak mindenkit besoroljon egy ilyen adott kategóriába, aki oda tartozik, de csak őket sorolja be, tehát senki más ne kerüljön be. Ugye megint csak ez persze egy nagyon nehéz feladat, mint a továbbiakban remélhetőleg kiderül. Klasszikus példája ennek a népszámlálás, és ennek a nemzetiségi, illetve anyanyelvi besorolásai. Ugye nagyon hosszú ideig az anyanyelvet az 1871-es Szentpétervári Nemzetközi Statisztikai Kongresszus határozat alapján azonosították a nemzetiséggel. Az anyanyelv azonban egyáltalán nem volt az, amire mi gondolunk, amikor ezt a szót használjuk. Például érdemes, ha megint az osztrák-magyar monarchia gyakorlatát ebből a szempontból szemügyre venni. Ugye Ausztriában ez az úgynevezett Umgangssprache szolgált az anyanyelv helyettesítésére, ez pedig az a nyelv volt, amit az illető kérdezett a életében, az életének a nyilvános terein a leggyakrabban beszél, és például kifejezetten arról szólt ez az utasítás, a népszámlálási utasítás, hogy ha valaki egy nyelvet csak a családban beszél, hiába lenne ez egyébként a születésétől beszélt nyelv, ez nem számít Umgangssprachénak, tehát ebben az értelemben nem lehet oda besorolni. Magyarországon egy másikat érvényesítettek 1910-ben, ez pedig azt mondta, hogy anyanyelv az a nyelv, amelyikben valaki a legotthonosabban mozog, és ezen a legjobban fejezi ki magát, függetlenül attól, hogy egyébként gyerekkorában melyik nyelvet tanulta meg először. Tehát látszik, hogy itt már az állam ezeket a kategóriákat tartalmilag is elmozdítja attól, ami a köznyelvi használata, hogy a saját maga számára próbálja, be tudja sorolni azokat, akiket megkérdez. Talán nem véletlen, hogy ezek után hamarosan megjelent a népszámlálásokban a nemzetiség kategóriája is. Ugye Magyarországon viszonylag későn 1940-ben, de a monarchia utódállamaiban, mondjuk Csehszlovákiában vagy Romániában már az első népszámlálásoktól kezdve, illetve hát az említett politikai jogokat is egyébként nemzetiségi kataszterek alapján gyakorolták az említett tartományokban. Ezek annyira erősek voltak viszont ezek a korábban meghatározott állami népszámlálási kategóriák, például Csehszlovákiában, hogy a következő népszámláláson, amikor valaki vitatni próbálta azt, hogy hova sorolták be, tehát egy németet, valaki, aki magát németnek hallotta, besorolták csehnek, szlováknak kevésbé, ezek inkább ugye cseh-morva tartományokban történtek ilyen esetek, akkor a bíróság több ítéletében kimondta, tehát ez furcsa, hogy egy népszámlálási besorolás már eleve peres ügyé váljon, és aztán egy bíróság döntsön erről. A bíróság
több ízben kimondta, hogy ezek megváltozhatatlan kategóriák, és egyébként érvényesítette a klasszikus Umgangs Sprache besorolást, tehát nem fogadta el még egyébként azt sem, hogyha valaki mondjuk német egyesületekben tevékenykedett, amennyiben a korábbi népszámlálási besorolásban már egyszer csendek minősült, és ez megfaradt. Egy másfajta rögzítése ennek a tartalomnak történt Romániában például, ahol viszont egy nemzetközi jogi aktusra hivatkozva alkották meg a zsidó nemzetiség kategóriáját, ez megint egy izgalmas kérdés. Ugye itt Románia 1919-ben aláírta egy kisebbségi szerződést, amelyben vállalt, hogy különböző kisebbségi jogokat biztosít a területén élő nemzetiségeknek, és ez a szerződés ez kifejezetten foglalkozott azzal, hogy a zsidóságnak is jogokat kell biztosítani, például állampolgárságot is kell adnia, de ez egy nagyon hosszú történet lenne, hogyha ezzel. A lényeg az, hogy 1920-ban a népszámlálási utasításban kifejezetten leszögezték, hogy a, mivel nemzetközi szerződés előírja, hogy Romániában létezik zsidó nemzetiség, ezért izraelita vallásokat csak zsidó nemzetiségnek lehet besorolni, függetlenül attól, hogy egyébként kulturális értelemben, vagy beszélt nyelvet tekintve hova tartoznak, vagy hova tartozónak vallanák magukat, és ezt egyébként meglehetősen következetesen érvényesítették. És amiből viszont nagyon izgalmas panaszesetek következnek. Például az 1930-as népszámláláson két kolozsvári középosztálybeli úriember szembesült azzal, hogy a népszámlálási kormánybiztos személyesen vonja őket felelősségre, hogy ők miért nem hajlandó zsidónak minősíteni magukat. Az egyiküktől először számon kérte, hogy miért nem csehszlováknak vallja magát, hiszen ő Sátorajóhelyen született és a város Csehszlovákiához csatolták 1910-ben, mire felvilágosította Havas Lázár a kormánybiztos, hogy az csak a vasútállomás volt, a város maga ott maradt, tehát ő valójában magyar kellene, hogy legyen. Akkor megkérdezte, hogy miért nem zsidónak vallja magát az izraelitán, azt mondta, hogy az anyanyelvem magyar. Majd amikor még egyszer megkérdezte, nagyon szerette volna, hogyha zsidónak vallja magát, akkor azt mondta, hogy sem zsidó nemzetet, sem zsidó országot nem ismerek. Tehát egy nagyon klasszikus, egyszer vetette el, hogy zsidóság sem etnikailag, sem állampolgári értelemben nem létezik, vagy az is lehet, hogy államnemzetre gondolt ebben az esetben. Minden esetre ragaszkodott ahhoz, hogy ő tudja, hogy mi a magyar, és nem érvényesek lesz a kapcsolatban. Egy másik, legalább ilyen izgalmas, Kismór, aki az első esetben azt válaszolta, hogy hát ő gyerekkorától katolikus, tehát ugye ebben az esetben látszik az is, hogy kitért izraelitákról van szó. Majd amikor megint megkérdezték, akkor azt mondta, hogy közéleti működésében, egész életében magyar volt, tehát itt ugye ő maga úgy definiálta egy olyan módon, amit egyébként láttuk, hogy például a csehszlovák bíróságok is elvetettek volna, és ő kivágta a tromfot is a végére, azt mondta, hogy mint a római jog és a statisztika egyetemi tanára tudományosan is meg tudja határozni, hogy mi az, hogy magyar, és mi az, hogy román vagy zsidó. Tehát ő még egy ilyen tekintélyéleti segítséggel hívott. Nagyon sajátos eset egyébként, ami ezzel a besorolással kapcsolatban előjött számtalan országban, és ez átvezet már a lojalitás kérdéséhez is, az opció, ugye ez az első világháború végén, a békeszerződések lehetővé tették, hogy egy bizonyos ideig különböző államok polgárai átköltözzenek más államokba, és ott állampolgárságot kapjanak. Az állampolgárság megszerzése abban az időben rendkívül nehéz volt, ma sem nagyon könnyű, de tehát ahhoz képest, ami ma van, ahhoz képest az akkori állampolgársági rezsimek rendkívül rigidek voltak. Bulgária és Görögország között is volt egy ilyen opciós lehetőség, és hát ugye sokan be is jelentkeztek, és ezzel elveszítették a bolgár állampolgárságot, majd évek múlva nem költöztek át, és szerették volna visszaszerezni a bolgárt, és akkor itt merült fel nagyon sokszor a lojalitás kérdése. A beadványaikban azzal érveltek, hogy bár lehet, hogy ők görögül beszélnek, de egyébként ugye hát a vallás kérdése nem jöhetett elő, hiszen a bolgárok általában ortodoxok, és a görögök is ortodox vallások. Azzal érveltek, hogy de hát ők lojálisan viseltettek az állammal szemben, előhozták, hogy például harcoltak a bolgár hadseregben a Balkánháborúk idején, és emellett még azért néha hozzátették, hogy egyébként pedig a kereskedelmi, tehát mondjuk a gazdasági tevékenységüknek is igazából azt felelne meg, hogyha ők maradhatnának Bulgáriában. Tehát látszik, hogy a lojalitás azért ebben az értelemben az egyének felől is szerepet kap abban, vagy legalábbis egy lehetséges érvelési mód, amikor azról kell vitatkozni az állammal, hogy ők most tulajdonképpen bolgárok, és ezért maradhatnak-e bolgárok, annak ellenére, hogy 4 évvel korábban azt mondták, hogy görögök, mert ez volt a feltétel annak, hogy Görögországba költözhessenek. De a lojalitás az állam felől is egy nagyon komoly probléma lehet a nemzetállamok felől. Lényegében
már akkor felmerül, amikor ugye a többségi kormányzatok hajlamosak azt feltételezni a kisebbségi tisztviselőik, hogy képtelenek működtetni az államot, mert nem tudják megtanulni a többségi nyelvet, vagy nem akarják esetleg megtanulni a többségi nyelvet, hogy ez egy sokkal keményebb feltételezés a lojalitás szempontjából, hiszen azt feltételezik valami szándékosság van mögötte, és ez már oda is vezethet, hogy egyébként diszkriminatív gyakorlatokat alapozza meg, például azt, hogy kisebbségi tisztviselőket nyelvvizsgára kötelezzenek, akár rendszeresen, annak ellenére, hogy az előző alkalommal sikeresen letették. Ugye hát azért ez láthatóan inkább visszaélés és megzállás, mint ténylegesen az állami szolgáltatások és szolgálatok működésének az elősegítése. Nagyon izgalmas ebből a szempontból a két világháború közötti Romániában az irredenta fogalma, hogy ezt az állambiztonság használta. Ugye ez egy politikai fogalom, hiszen arról szól, hogy kik azok, akik szeretnék Románia egy részét elcsatolni, ebben az esetben főként magyarok, de nem csak magyarok, alapvetően az illojalitással függ össze, és ugyanakkor egy tökéletesen parttalan fogalommá válik, lényegében minden etnikus, magyar etnikus jelenséget be lehet alá sorolni, attól kezdve, hogy valaki piros, fehér és zöld színeket használ a házán, egészen addig, hogy csárdást jár egy falusi mulatságban, és a végén ugye egészen eljut ez odáig, hogy néha a központ a helyi rendőrségekhez intézett rendeleteiben már kifejezetten azt mondja, hogy tulajdonképpen a magyarok minden kulturális tevékenysége egyfajta irredenta, ami egyébként azt is sejteti, hogy lényegében a lojalitás kritériuma az lenne, hogy ha a nyelvét meg is őrzi valaki, vagy egy csoport, akkor azért az önálló kultúrát azt fogja vissza, nyesse vissza, illetve semmiképpen sem tartják elfogadhatónak, hogy ez egy modern, városi, középosztályhoz kötődő, magas kultúra legyen, ez inkább egy falusi kultúra. A diszkriminációnak a legszélsőségesebb példái a II. Világháború idején, illetve közvetlenül utána fordulnak talán elő, ugye a holokauszt az egyértelmű ide tartozik, de említhetjük a németek kitelepítését Európa különböző országaiban, köztük Magyarországról is, és még sokáig sorolhatók lennének itt a példák. A lényeg azt hiszem, hivatkozva az előző előadásokra is, hogy amennyiben az állam a nemzeti hovatartozást valójában lojalitás kritériumként kezeli, abban az esetben nagyon nehezen képzelhető el bármilyen párbeszéd és tolerancia, még akkor is, hogyha egyébként nagyon könnyen előáll egy ilyen közegben is az a helyzet, amit Dobó Marian említett, hogy helyi szinten a helyi aktorok egészen másfajta informális rendszereket hoznak létre, mint amit felülről elvárnának tőlük. Köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Részben szeretnék kapcsolódni az elhangzott előadáshoz, ugyanis az identitás vizsgálattal, illetőleg az identitás megőrzésének lehetőségeivel szeretnék foglalkozni a következő előadásomban. A Fekete-Körös völgyében élő magyarság a 17. század óta alkott nyelvszigetet a román többségű bihari térségben. Látható a dián, hogy a 20. század eleje óta rendszeresen zajlanak társadalomtudományi vizsgálatok a térségben. Ezek meglehetősen változatos témákat érintenek, viszont középpontjukban alapvetően egy kérdéssel, hogyan volt képes, illetőleg jelenleg hogyan képes a Körösvölgyében élő magyarság megőrizni nemzeti identitását. Az előadásomban kísérletet teszek ennek a kérdésnek a megválaszolására. Előzetesen is a Fekete-Körösvölgy földrajzi elhelyezkedéséről néhány szó. Ugye látható a térképen, hogy a Béli-hegység, illetőleg a Bihari-hegység közötti területről van szó, illetve egy másik térképen, ami a történeti Bihar vármegyét jelöli, mutatja, bemutattam, megjelöltem azokat a településeket, amelyek jelenleg is magyar többségűek, illetőleg magyar népességgel rendelkeznek. A Fekete-Körös völgyében élő magyarság eredetéről néhány szót.
bizonytalan az ide települt magyarságnak az eredete. Annyit biztosan tudunk, hogy az első települések a 11. század második felében jönnek létre. A település lakosai jelenleg és a 18. század óta tanúskodnak erről a források, székely eredettudattal rendelkeznek. Ez az eredettudat azonban valószínűleg csak a 16-17. Századi betelepítésekre vonatkozhat. Szintén biztosan tudjuk azt, hogy az 1600-as évek elejétől kezdve a települések többsége református hitre tért, a reformációnak pedig az erdélyi változatát fogják majd képviselni. A völgy magyarságának történetében tragikus pontot a török kor jelent, különösképpen a 15 éves háború, amelynek eredményeképpen a települések többsége teljesen elnéptelenedik. Ebben az időszakban veszi kezdetét az erdélyi fejedelmeknek, különösen Bethlen Gábornak köszönhetően Erdély területéről székely, illetőleg magyar etnikumú családok betelepítése, illetve ezzel a folyamattal párhuzamosan kezdődik meg a román családok betelepülése, spontán betelepülése a térségben. A folyamat eredményeképpen a 17. század végére a Fekete-Körösvölgy településeinek többsége román etnikumúvá válik. Ebből a korszakból származó források, illetőleg még Györfi Istvánnak az 1910-es években végzett kutatásai is arról árulkodnak, hogy a két etnikum békés viszonyok között példamutató módon tudott együtt élni. Ez a békés együttélés majd csak az első világháború után kezd megváltozni. Felsoroltam azokat a településeket, ezek a Fekete-Körösvölgy felső folyása mentén helyezkednek el, amelyek jelenleg is magyar etnikumúak, tehát bizonyos százalékban magyarok is lakják. Kiemeltem külön városfenes települést, ahol a magyar és a román etnikum megoszlása nagyjából 50-50%, illetőleg Köröstárkány települést, ahol ez az arány 90, illetőleg 10% a magyarság javára. Amikor a fekete-körösvölgyi magyarság identitását vizsgáljuk, akkor ezt a kérdést általában városfenes, illetőleg Köröstárkány esetén szokták bemutatni. Én az utóbbit választanám az elmúlt 10 évben végzett kutatásai alapján tehetem ezt meg. Köröstárkányról néhány szó. Köröstárkány a Fekete-Körösvölgyének felső folyása mentén Nagyváradtól 67 km-re található település, a járás központtól, Belényestől pedig 4 km-es távolságra található. Az etnikai megoszlással kapcsolatban néhány fontos információ szerepel a dián. Ugye láthatjuk 1910-ben az első felvételezés alkalmával, hogy döntő többségében a településnek a lakossága magyar. Ez 98%-ot jelent ebben az esetben, illetve 29 román szeméről tudnak. Itt a románokkal kapcsolatban azt meg kell említeni, hogy részben cigány etnikumúak, illetőleg vegyes házasságok révén kerültek Köröstárkány magyar lakosságra. A 2002-es népszámlálási adatok annyiban térnek el ettől, hogy a magyarság számaránya nagyon kicsivel alacsonyabb arányt mutat, még mindig 90% fölött van, 24 románról tudnak, illetőleg 3 cigány kosor. Nyilvánvaló, hogy a cigányok többen vannak a településen. Kedvenc adatközlőjéről egy képet, hogyha bemutatok, 2004-ben készült ez a felvétel, tehát látható, hogy többen vannak a cigányok az említett számnál. Viszont a cigány lakosságnak a jelentős része magyarnak vallja magát a népszámlálások alkalmával. Visszatérve a 2011-es adatokhoz, itt magyarázatképpen hozzá kell tennem azt, hogy a román közigazgatási törvények értelmében Köröstárkányt község központtá tették, és összevonták 3 másik településsel, így Mérág, Tárkányka és Tatárfalban, valamint Köröstárkány alkot egy közigazgatási egységet. Mérág, Tárkányka és Tatárfalva szintén magyar lakosságú települések voltak, viszont teljes egészében elrománosodtak, aminek következtében összességében 900 fős lakossága kizárólagosan román. Még így is a magyarság számaránya 55%-ra tehető. Érdekességképpen viszont hozzá lehet tenni azt is, hogy bár abszolút többségben vannak a magyarok, a polgármester választások alkalmával ezt a többséget nem tudják kihasználni, ugyanis Romániában, Köröstárkányban több magyar szervezet és párt indít polgármester jelöltet Köröstárkányban, ezzel megosztják a magyar szavazóbázist,
A románok viszont hagyományosan egyet szoktak elindítani, ennek eredményeképpen Körösztályban az elmúlt 15 évben román polgármester volt. Ennyit az etnikai megosztás kérdéséről, és akkor a következőkben arra a kérdésre szeretnék választ adni, melyek lehetnek azok a folyamatok, azok a tényezők, amelyek a magyar identitás megőrzésében szerepet játszhatnak. Elsőként nyilvánvalóan a történeti okokat kell megemlíteni. A történeti okokat már részben említettem, a 17. századhoz szeretnék visszakapcsolódni, hogy a 17. század végére fejeződik be az a folyamat, amelynek eredményeképpen az addig színmagyar települések vagy vegyes etnikumúvá, vagy pedig színmagyar etnikumúvá, színromán etnikumúvá válnak. A 19. század végére pedig befejeződik egy olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a magyar nyelvhatár nyugatra tolódik, és Bihar keleti részében kialakul egy egységes román etnikai tömb, és lényegében körbeveszi ez az egységes román etnikai tömb a szigetszerűen megmaradó magyar településeket. Ezek a szigetszerűen megmaradó magyar települések ugye egy úgynevezett vékony etnikai hídon keresztül tartják a kapcsolatot a nyugati magyar nyelvhatárral. Ez az etnikai híd ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a településektől nyugati irányban folyamatosan találhatóak olyan települések, amelyeknek megmaradt a magyar lakossága, és így nyelvileg érintkezni tudnak a nagy magyar nyelvhatárról. Ugye alapvetően ez a kutatásokban úgy definiálódott, hogy az adatközlők számára megnyugtató érzést jelentett az, hogy elmondhatták, hogy a következő településen, az azt követő településen, az az után következő településen is vannak még magyarok, a negyedik-ötödik település pedig már közvetlenül a magyar határ, tehát a magyar nyelvfelek mellett helyezkedik el, és ez nyilván az identitás megőrzésében szerepet játszhatott. Kérdés az, hogy Trianon milyen hatással lehetett erre a helyzetre. Összességében azt lehet elmondani, hogy Körös-Tárkány a román és a magyar nyelvhatár mellett, tehát ugye a román és a magyar nyelvhatáron helyezkedik el, és ezen a trianoni döntésről is nem változtatott, hiszen az etnikai híd az továbbra is megmarad. Így kapcsolatot tudnak tartani a nyugati nyelvterületekkel, függetlenül attól, hogy az időközben kialakult magyar-román államhatár az lényegében keresztül futott ezen az etnikai hídon. Az etnikai híddal kapcsolatban annyit lehet még megemlíteni, hogy a 90-es években végzett kutatások bizonyítják azt, hogy ez az etnikai híd az töredezetté válik. Körös-Tárkány és a nagyvárad közötti területeken sorba tűnnek el azok a települések, amelyeken még magyarok élnek, így Körös-Tárkánynak az etnikai és nyelvi kapcsolata a magyar területekkel megkérdőjeleződik. A kérdés az az, hogy ennek az etnikai hídnak a töredezettsége, ez mennyiben fog hozzájárulni Körös-Tárkány magyar identitásának a megszűnéséhez. A második tényező, ami szerepet játszhat az identitás megőrzésében, az etnikai migrációnak a típusa. Körös-Tárkány autokton magyar lakossággal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy helyben lévő magyar lakosságról van szó, ellentétben ugye a románok köré településével, hogy a románok köré települése fogja azt a helyzetet eredményezni, hogy Körös-Tárkány magyar lakossága lényegében peremhelyzetre és nyelvsziget státuszba fog majd kerülni. Általánosságban igaz, nem minden esetben, de Körös-Tárkány esetében mindenképpen, hogy a helyben maradó, de az etnikai környezet megváltozása miatt mégis nemzetiségi szigetté váló településeknek a lakossága erősebben őrzi meg a nemzeti identitását. És ez Körös-Tárkány esetében teljes egészében igazolható lesz. A harmadik tényező az endogám gyakorlatoknak a kérdése lesz. Körös-Tárkány esetében megfigyelhető egyfajta gazdasági endogámia, ami arra vonatkozik és arra utal, hogy a románok betelepülése az később történik meg, mint a magyaroknak a betelepülése a térségbe. Ebből következően a románok gazdaságilag kevésbé prosperáló területeket fognak elfoglalni a faluból, gazdaságilag hátrányba fognak kerülni, ez a gazdasági hátrány nyilvánvalóan vagyoni hátrányt is eredményezni fog. Következésképpen a magyarok nem igazán keverednek a románokkal házassági tekintetben sem. A románságnak az elkülönülése Körös-Tárkányon belül a településnél is megfigyelhető, önálló sorokat, önálló szegeket alkotnak Körös-Tárkány település szerkezetében.
A negyedik tényező a felekezeti hovatartozásnak a kérdése lesz. Ugye a felekezeti elkülönülés nyilvánvalóan hozzájárulhat nemzetiségi különbségeknek a konzerválásához. Eredetileg Pörös-Tárkány esetében a felekezeti, illetve az etnikai megoszlás azonos volt. Ez azt jelenti, hogy a Pörös-Tárkányban élő románok ortodoxok voltak, az ott élő magyarok pedig mind reformátusok voltak, és ez nyilvánvalóan segítséget jelenthetett, ez az felekezeti elkülönülés a magyarság esetében az identitás megőrzésében. Ez jelenleg nem így van. Terjednek a kisegyházak Pörös-Tárkányban, elsősorban a baptista egyház, illetőleg a Jehova tanúi egyház terjed. Aminek az érdekessége az az, hogy ezekben a kisegyházakban már nem csak a magyar lakosság, hanem a román lakosság is becsatlakozik, így az egyházaknak az istentiszteletei sok esetben román nyelvűekké fognak válni, ezzel gyengítve a református egyháznak az identitásőrző szerepét. Az ötödik tényező az anyanyelv kérdése Pörös-Tárkány esetében. Az oktatásban csak alapfokon, általános iskolában és csak alsó tagozaton valósul meg az anyanyelvű, tehát a magyar nyelvű oktatás. A magasabb évfolyamokon a diákok Belényesben, gimnáziumban tanulnak román nyelven, az anyanyelvű oktatása pedig általában nem nyílik lehetőségük. A vallás életben az anyanyelv használatával kapcsolatos kérdéseket említettem, a református istentiszteletek, illetőleg a református vasárnapi iskolák jelentik azt a fórumot, ahol még magyar nyelven tudnak beszélni. A magánéletben szintén érdekes kérdés tapasztalható. A kisgyerekek, akik hazatérnek hétvégeken, iskolai szünetekben, egymás között egyre inkább a román nyelvet használják. Ez az utóbbi 5-6 évben megfigyelhető tapasztalat. Nagyon sok esetben megfigyelhető az is, hogy már a szülő, tehát a magyar szülő a magyar gyermekével is sok esetben beszél románul, arra hivatkozva, hogy a gyerek megtanulja a román nyelvet, és minél jobban tudja ezt majd hasznosítani. Tulajdonképpen a magyar nyelven történő kommunikáció az idős generáció, illetve az unokák, tehát nagyszülők, unoka vonatkozásában marad meg. És az utolsó szempont a többségi nemzethez való viszonyulás kérdése. Első ránézésre Pörös-Tárkányban a házassági endogámia gyengülését tapasztalhatjuk, egyre több a vegyes házasság. Ezeket a vegyes házasságokat már az idősebb korosztály sem nézi ki, tehát nem ítéli el. A vegyes házasságok terjedésének nyilvánvalóan vannak demográfiai oka is. Ez az egyik tendencia, amivel számolnunk kell. A másik tendencia viszont egyfajta veszélyeztetettségi érzésnek a kialakulása a pörös-tárkányi magyarság esetében. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy jelenleg napjainkban az utóbbi 5 évben ellentétes folyamat zajlik Pörös-Tárkányban. Egyrésztről az anyanyelv visszaszorulása, a házassági kapcsolatokban az endogámia visszaszorulása, az interpersonális kapcsolatokban ugye a románokkal való kapcsolatkeresés, illetőleg a felekezeti helyzetnek az átalakulása, ez a nemzeti identitás gyengülését eredményezi. Mellette viszont itt áll egy másik jelenség, ugye ez a bizonyos veszélyeztetettség érzésnek az erősödése, amely alapvetően az aktuál politikai kérdésekkel áll összefüggésben, és ez tulajdonképpen az identitás erősödését eredményezheti. De a kérdés az nyilvánvalóan az, hogy a két ellentétes folyamat közül melyik lesz majd eredményesebb. Egyetlen egy utolsó gondolat, a veszélyeztetettség érzéssel kapcsolatban ezt a fogalmat meg kell magyaráznom. Két bázisa van ennek az erősödő veszélyeztetettség érzésnek. Az egyik nyilvánvalóan az aktuál politikai események, a magyar és a román állam közötti konfliktusok, amelyek vegyes etnikumú területeken hatványozottabban jelenhetnek meg. A másik a turizmus kérdése. Pörös-Tárkány lakosainak, családjainak jelentős része foglalkozik szállásadó falusi turizmussal. És hát itt a turizmussal kapcsolatban kell azt megemlíteni, és erről a szállásadók nagyon sokszor beszámoltak, hogy a hozzájuk érkező turisták sok esetben elvárják az esti beszélgetések alkalmával, hogy a magyarságot ért sérelmekről számoljanak be a szállásadók. És függetlenül attól, hogy ezek a sérelmek, a magyarságot érő sérelmek nem feltétlenül nyugszanak reális és valós alapokon, nyilvánvalóan az identitás újra konstruálásában szerepet játszhatnak. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen!
Ezt tudom. Lehet, hogy igazából a konferencia témája dobta be nekem ezt, hogy azt hozta föl, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy mi is az a kultúrához való jog, mert ez engem régóta érdekel, csak most néztem utána. És ugye a kultúrával foglalkoztam, csak ez a jogi részével nem mondja. Na, tehát a probléma, én elég sokat voltam ilyen kisebbségi területen, magyar kisebbségi területen, elég sokáig éltem ott, külsős emberként, tehát nem bentről érkezve. Az történik, hogy azt tapasztaltam, hogy amit a magyar állam, ahogy a magyar állam próbál foglalkozni a saját kisebbségeivel, tehát a határon túl élő magyarokkal, az egy nagyon erősen ilyen atyáskodó, gondoskodó szerep, ami egyfajta víziót vetít ki azokra a magyarokra, akik kint élnek, azt a víziót, amit éppen az állam képvisel, és Tehát megpróbál egy olyan képet kialakítani, vagy olyan képet megvalósítani ezekkel a derék határon túli magyarokkal, amilyennek ő szeretné látni a magyarokat kint. Most ez egy probléma, amivel nagyon gyakran azt érik el, hogy az ott élő magyarok elkezdik azt a képet produkálni, vagy elkezdenek úgy viselkedni, ahogy azt a magyar állam elvárja tőlük. Ugye a magyar állam finanszírozza az ő úgymond kulturális hagyományőrző tevékenységüket, ők pedig elkezdik ezt reprodukálni. Ez nagyon furcsa folyamat, nagyon különös volt belülről látni, hogy például ezek a magyarok, akik ott élnek, tehát a határon túli magyar fiatalok, azok nem egészen tudják, hogy nincsenek képbe azzal, hogy mi zajlik Magyarországon kulturálisan, hanem egy ilyen egészen furcsa saját képet alakítottak ki, beragadtak egy ilyen 20-25 évvel ezelőtti kultúrába, tehát nekik a magyar kultúra az csak egy ilyen távoli múltnak a része, ők maguk ott valamilyen kis hagyományőrző tevékenységet folytatnak, de igazából nem érzik magukat a magyar kulturális hétköznapoknak a részének. Ez az, amit általában úgy szoktak hívni, hogy skanzenizálódnak ezek a határon túli magyar közösségek, tehát önök lesznek, mint a skanzen. Igazából, amire én jutottam, hogy mi a fő probléma itt, az, amit úgy lehet mondani, hogy a kultúra fogalma, amit a magyar állam képvisel, ez egy olyan, hát igen, retrónak hívom, tehát egy ilyen régboldog, nem tudom nektek mi a kultúra, tehát hogy mi az, ami számotokra, de mindig, ha ilyet hallottok, akkor mindig jókai jut eszetekbe, meg az operák, meg tehát ilyen, tehát nem az, ami mondjuk elmentek egy Sziget-fesztiválra, vagy akármilyen fesztiválra, tehát ezt nem tekintitek, vagy nem érzitek, hogy az a kultúra része lenne. Pedig az az élő hétköznapi létező kultúra, a többi az csak egy ilyen államilag kanonizált, vagy központilag kanonizált kultúrakép. Tehát ez amit, hogy unalmas, passzív, befogadást igényel, tehát a kultúra az, ami majd jön valahonnan, mi meg majd ülünk és nézzük. Tehát ez a régi kultúrafogalom, és ebben, ha ez a kultúrafogalom, ez mindig központilag van meghatározva, és ezzel viszont nagyon-nagyon jól lehet manipulálni mindenkit, amikor van egy központilag meghatározott kultúrafogalom. No, tehát ez a régi kultúrafogalom. A másik, a kultúrához való jog, van egy ilyen nemzetközi kategória, amit rettenetesen nehéz megragadni.
Ez úgy hívják, hogy másodgenerációs emberi jog, tehát nem a központi, nem a legfontosabb emberi jogokat érinti. Ez egy viszonylag késői fejlemény. Oda is írtam, ezt most nem akarom, hogy ENSZ gazdasági, szociális és kulturális. Most ez az, hogy gazdasági, szociális és kulturális, tehát ez már eleve ez a konstrukció, hogy hova tették a kultúrát, foglalkozik vele. Ez igazából semmit nem mond, azt mondja, hogy a kisebbségeknek joguk van a kulturális gyakorlására, ami azt jelenti, hogy részt vehetnek a kulturális életben, tudományos haladásra eredő előnyek élvezete, szerző jogvédelem, nyelvhasználat és oktatás. Ez igazából nem sokat mond. Tehát ez semmi olyat nem mond. Ja, igen, és ez alapvetően ez egyéni, tehát ez individuális jog. Ugye beszéltünk itt, Szonya is beszélt arról, hogy van a kollektív jogok és vannak individuális jogok. Hát ez, amit az ENSZ itt kimond, azt hiszem 53-ban, talán az 50-es években volt valamikor, igen, tehát ezt kimondták, hogy ez egyéni jog. Igazából ez sem mond semmit, tehát a kultúrához való joghoz nagyon nehéz hozzányúlni, nagyon nehéz erre hivatkozni, hogy a határon túli, vagy akár hogy a magyarországi kisebbségeknek kulturális jogaik vannak, vagy kultúrához van joguk. Amivel ezen lehetne segíteni, és ez már így a kibontakozás irányába hat, szerintem, vagy amin mostanában szoktunk gondolkozni többen, hogy hogyan lehetne ezt a kultúra fogalmat, ami ilyen nagyon eltávolítja, nagyon hivatalossá, tehát ilyen olyan helyre, olyan eseményét teszi a kulturális eseményeket, ahol öltönybe járunk, meg tehát csak az a színház, ahol mi ülünk a nézőtéren, és a színészek a színpadon vannak, tehát nem az, ahol egy ilyen interaktív, vagy nem mi is tudjuk csinálni, nem bevonnak bennünket is ebbe a kulturális folyamatba. Tehát az új kultúra felfogás az azt jelenteni, hogy mindenki a sajátjának érzi, és mindenki abban van támogatva, hogy menjen el és vegyen ebbe részt. Tehát ez az, amit azt hiszem az első szlájdon volt egy idézet, hogy nem vissza is menjek oda, mert ez itt lesz aktuális, hogy tehát nem kikapcsolódás, hanem bekapcsolódás. Ez egy nagyon fontos kijelentés arról, hogy mi a kultúra, hogy egy olyan dolog, amiben mindenki magától értetődően vesz részt, és nem készen kapja. Tehát ez egyfajta fordulat lenne a kultúra értelmezésben. És akkor itt ugye ezeket, amiket beleírtam, hogy segít felfedezni, megérni az identitást, de nem ez adja az identitást. Tehát ez is egy fordulat ebben az egész ilyen kultúra kultúrafogalmazásban. És ugye a másik, amiről Szarka tanár úr, ez mondjuk az ő előadásának csak egy egészen pici kis morzsája, amit én próbálok kibontani, hogy nem nemzeti kultúráról beszélünk, tehát nem kötjük közvetlenül nemzeti identitáshoz a kultúrát, hanem a kultúrát egy általános, akár regionális, mint Szarka tanár úr mondta, jelenségként beszélünk róla, egy területen élő, különböző típusú emberek, közösségeknek a folyamatos együtthatásából, együttmozgásából kialakuló folyamatnak tekintjük a kultúrát, és nem. Tehát ez egy konstruktív hozzáállás, azt lehet mondani, hogy nem azt mondjuk, hogy vannak a magyarok, és azoknak van egy magyar kultúrájuk, hanem egy olyan magyar kultúra van, ami rengeteg sok tényezőből áll össze, és akkor ugye ebből lehetne kibontani egy olyan képet, hogy tehát mi a későbbiekre vonatkoztatva, hogy hogyan lehetne később egy olyan magyar állami koncepciót, mondjuk egy központi koncepciót kitalálni arra, hogy hogyan lehetne ezt a magyar kultúrát, ezt az ilyen módon értelmezett kultúrát, hogyan lehetne akár a kisebbségek felé is kiterjeszteni. Ennek az alap tézise az lenne, hogy mindig együttműködésben kell gondolni a kultúrát. Tehát nem azt, hogy a magyar állam támogatja kizárólag a magyar szervezeteket és a magyar kisebbségeket abban, hogy ők a saját kultúrájukat úgymond reprodukálják. Itt azt, hogy írtam, ja igen, tehát ne csak az Edda jusson a határon túli magyaroknak, hanem jusson a, mit tudom, mi az, amit most hallgattok így magyarra, hogy tudom én, szenát vagy valami olyan egészen mai dolog, ami tényleg most történik, és ami most zajlik a magyar életben, vagy a magyar kulturális életben. Tehát ne zárványokat hozzunk létre, és ne olyan határon túli szubkultúrákat, amik saját magukban vannak csak meg, és egy saját kis világukat élik, hanem részesé legyenek a magyar hétköznapoknak, annak, ami itt zajlik Budapesten, Pécset, Egerben, akárhol.
Tehát ez lenne a tehát két irányú nyitás, az egyik az az, hogy a többséggel, az ottani magyar kisebbségnek az ottani többséggel együttműködve, vagy arra rávenni őket, hogy az ottani, és ugye ez lenne egy öngarancia arra, hogy ez a gettósodás, ez a szegregálódás, ezt meghaladjuk. A másik ugye pedig az, hogy ők tudjanak idejönni, és ők tudjanak részt venni a mi kulturális hétköznapjainkban. És ugye ennek van egy ideális célja, egy végső kifutása, aminek az lenne a lényeg, hogy szerintem, ez nem biztos, hogy így van, csomó jobban értenek ezt hozzám, de szerintem hogy ha azt akarjuk, hogy Magyarországot a szomszédos országokban egy ilyen kis patrogós, kuruckodó, erőszakos országnak nézzék, amelyik állandóan csak a sérelmeiről beszél, hanem azt, hogy egy kooperatív, nyitott és sokszínű világ, az azt kell, hogy megszeressék a kisebbségeinket is, és nekünk abban kell segítenünk, hogy a magyar kisebbségeket kulturálisan megszeressék azokban az országokban, ahol élnek, és ne azt lássák, hogy ők eltett, amiről itt szó is volt, hogy ne az ellenséget, és ne azt lássák, aki nem lojális hozzájuk, tehát ne az ellenségnek a szőrös kezét lássák a magyar kisebbségekben, hanem azt lássák, hogy ez egy nyitott, együttműködő, a másik ország kultúráját közvetítő, és ténylegesen hitszerepelve töltő közösség. Mindegy, tehát nagyon-nagyon röviden, kész. Tehát még ez volt, próbáltam nagyon-nagyon összefoglalni, ami nem olyan mondani való volt. Tehát ez a lényeg, hogy előbb vagy utóbb el kell oda jutnunk, hogy a magyar kultúrát nem úgy kell értelmezni, hogy valami eredendően és eszenciálisan magyar, hanem egy olyan, amelyik a különböző szomszédos és együtt élő kultúráknak az együttműködéséből éppen alakult, tehát folyamatában alakult. Ez lett volna a kisebbségi kultúráról az átszólásunk. Köszönöm. Azt javasolnám az előadóknak, hogy további időtakarékosság miatt fáradjanak ide ki, és készüljenek fel arra, hogy a hallgatóságtól kérdéseket kapjanak vissza, hogy szemlegedett miért kérdésznek. Én téged is. Robit megkérem, hogy az időt nézze nekem. Jó, és 10 percen belül szigorúan csengéssel le, hogy még csak véletlenül se beszéljek tovább. Bárki, aki erre készítést kérdezte 10 percen, de szóljon nekem, hogy akkor most fejezzen be, akkor most szóljon majd nekem, amikor ez következik. Nos, hát én erre a konferenciára azt a témát hoztam, hogy választóig, ami elvállalt és összeköt. Tulajdonképpen hosszabb távú kifutást szerettem volna adni ennek a kérdésnek, hiszen ha a választójoggal foglalkozunk, akkor jó lett volna, hogyha tudunk beszélni egy kicsit a választójognak a fogalmáról, illetve arról a történeti háttérről, ami ténylegesen onnan indulhatunk el, hogy valóban a választójog az hosszú évszázadokon keresztül hogyan osztotta meg a társadalmat, hogyan osztotta meg az embereket annak megfelelően, hogy volt, aki rendelkezett azzal a joggal, hogy beleszólhatott a politikai döntéseknek a meghozatalába, hiszen a választójoggal arról beszélünk, ugye, ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, hogy van kétféle választójogról beszélhetünk, egy aktív és egy passzív választójogról. Aktív választójogról az, amikor gyakoroljuk, hogy mi megválasztjuk azokat az embereket, akik a döntéseket hozzák, és a passzív választójog, hogy jogosultak vagyunk arra, hogy esetlegesen minket megválasszanak arra, hogy ilyen típusú döntéseket hozzunk. Nyilvánvalóan ez leegyszerűsítése volt a kérdésnek, most ebben a kontextusban nagyjából ennyi, ami belefér. Ha ezt ugye történelmet tanult mindenki, Ha ezt egy kicsit átgondoljuk abból a szempontból, hogy a feudalizmusnak a hosszú évszázadai alatt milyen kevés volt a társadalomnak az a rétege,
amelyik jogosult volt arra, hogy a politikai döntések meghozatalában részt vegyen, akár aktívan, akár passzív módon, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egy még a legtágabb értelemben is maximum 6%-a tartozott az európai társadalmoknak ahhoz a réteghez, akik valamilyen típusú kiváltsággal rendelkeztek, és még ennek a 6%-nak is csak egy töredéke rendelkezett azzal a joggal, hogy a választást, a politikai döntésekben való részvételt gyakorolhatta. A választóinak a kérdése az a polgári forradalmakhoz kapcsolódik, a polgárosodásnak az egyik nagy vívmánya az az elgondolás, hogy tulajdonképpen nem származás, hanem valamilyen más típusú megközelítés alapján kellene, hogy osszuk a jogokat egymás között, hogy az emberek jogokkal rendelkezzenek. Akkor a 17. századtól kezdve ez a jogosultság, hogy kinek legyen és milyen joga legyen, a származás helyett a vagyonhoz kötődött. A vagyonhoz kötődött, ami az akkori megközelítés szerint egy teljesen eltérő értelmezése volt a vagyon és a föld tulajdonlásának a korábbi időszakához képest, hiszen a korábbi időszakban lényegében az ember a származásával kapta azt a vagyont, amellyel rendelkezett. A polgárosodás pontosan az áttérés egy másik fajta gondolkodása, egy másik típusú életre, amikor mindenkinek, ez van az egyik legfontosabb vívmány, a magántulajdonhoz való jog, hogy mindenkinek legyen joga magántulajdont szerezni, és aztán, amikor ezt megszerezte, akkor a magántulajdon az legyen szent és érthetetlen. A magántulajdonhoz való jog az egy másfajta szereplővé teszi az embereket, és ez a más típusú ember, amely polgárosodás során megjelenik, lehetővé válna, lehetőséget kapna arra, hogy a politikai életben másképp jelenjen meg, olyan jogosultságai legyenek, amelyekkel bele tud szólni a döntéseknek a meghozatalába. A választójogot először cenzushoz kötötték, ez a cenzus ez lehetett egyrészt egy vagyoni cenzus, másrészt pedig egy műveltségi cenzus. A 17.-18. századtól kezdve, amikor ezeket a törvényeket elfogadják, amik a választójoggal kapcsolatosak, Európában és a világon különböző területeken, azt látjuk, hogy van egy folyamat, amellyel a választójogot folyamatosan és fokozatosan kiterjesztik, hogy ezeket a cenzusokat egyre lejjebb szállítják, és egészen odáig eljutunk, hogy tulajdonképpen mindenféle cenzust megszüntetnek, és a 20. század közepére a művelt világban nagyjából általánossá válik az általános, titkos, egyenlő választójog. Ugye ennek az egyik alapfeltétele az volt, hogy általános legyen ez a választójog, hogy mindenkit ugyanolyan mértékben élesse meg, ez majd mindjárt visszatérek erre egy fél mondat elejéig, hogy titkos legyen, annak az alapfeltétele az az volt, hogy valamilyen módon az emberek tudják gyakorolni ezt a jogosultságot, hogy el tudják olvasni ugye azt, ami a papírra van írva, hogy a titkos szavazást azt valóban le lehessen bonyolítani. Ahhoz, hogy ez menjen, ehhez az analfabetizmust kellett felszámolni. Ez lényegében a 20. század elejétől kezdve valósul meg a világ különböző területein, különböző lépésekben. És az egyenlő választójog kérdése pedig, ugye ez időről időre felvetődik, most azért még tartja magát az a szemlélet, hogy az egyenlő választójog az azt jelenti, hogy mindenkinek, minden egyes embernek, aki választójoggal rendelkezik, egy szavazata van, egy szavazattal rendelkezik. Nos, mielőtt tovább mennék, visszalépnék arra a pontra, hogy a választójog mit is jelent, és a választásnak a gyakorlása az hogyan értelmezhető. Tehát akkor, amikor választójogról beszélünk, akkor ez egy alapvető politikai jog, ugyanakkor nem abszolút politikai jog, nem abszolút jognak tekinthető. Tehát ahhoz, hogy ezt gyakorolni lehessen, ennek vannak pozitív kritériumai és vannak negatív kritériumai. Ha a pozitív kritériumokat nézzük, ki az, aki rendelkezhet választójoggal, mi a választójog gyakorlásának a feltétele. Egyrészt feltétele az állampolgárság, ez mindenhol a világon így van. Tehát ahhoz, hogy választójoggal rendelkezzen az ember, ahhoz valamilyen államhoz kell tartozon, valamilyen államnak a polgára kell, hogy legyen főszabályként. Másrészt pedig mindenhol a világon van egy életkori határ, amely azt mondja, hogy onnantól kezdve az ember alkalmas arra, hogy politikai döntéseket hozzon. A politikai döntés, ezt most úgy értsük, hogy a közösségre vonatkozó döntések meghozatalában részt vegyen. Tehát
Ez egy meghatározott életkor, különböző országokban különböző módon határozzák meg azt, hogy mikortól jogképes az ember, mikortól van arra joga, hogy választójoggal rendelkezzen. Magyarországon ugye ez egy 18 éves korhatár, az Amerikai Egyesült Államokban ott 21 éves kortól rendelkeznek választójoggal. Nagy vita van erről a világon szinte mindenhol, hogy ezt szabad-e még most is megtartani, hogy a 18 év az tényleg 18 év, miért nem 16. Vannak olyan 65 évesek, akik 80 évesek, akik már nem rendelkeznek azzal az átlátó képességgel, mint mondjuk egy 17 éves, és mások pedig azt mondják, hol van még egy 18 éves ahhoz, hogy ilyen dolgokról gondolkodjon, még azon kívül, hogy szeretne jókat aludni és bulizni, azon kívül nem érdekli semmi más, föl kéne bizony ezt vinni 32 éves korhatára. Nem lesz ebben egy nagy munkópont soha, szerintem. Mindig van, minden országnak van egy ilyen közmegegyezéses állapota, hogy mi az az életkor, amikor azt mondja, hogy onnantól kezdve választójoggal rendelkezhetnek a polgárai. Volt egy ilyen meghatározás, ami most Magyarországon az alaptörvény megváltoztatásának az eredményeképpen kiesett a választójog birtoklásának, vagy a választójog megszerzésének a kritériumai közül. Korábban ott volt az, hogy állandó magyarországi lakhelyel kellett, hogy rendelkezzenek azok, akik választójoggal rendelkeznek Magyarországon. Most ez már nincsen. Vannak országok, vannak államok, ahol ez természetesen továbbra is kritérium. Ott tartok? Vagy 10 perc, vagy csak felemelted a kezet? Ja, nem. Ja, jó. Jó. Tehát, ami negatív kritérium, az vannak olyan helyzetek, és a törvény tartalmaz olyan kitételeket, amelyekkel meghatározzák azt, hogy kik azok, akik nem szavazhatnak, kik azok, akik nem rendelkezhetnek választójoggal. Az egyik ilyen kritérium, és nem fogom végigmondani az összeset, de a legfontosabbakat kiemelem, az egyik ilyen kritérium az, hogyha valaki a törvény súlyával büntetésként eltiltanak a közügyeknek a gyakorlásától, ebben az esetben a választójog gyakorlásától is eltilthatják, tehát ha valaki ilyen típusú büntetésben részesül valamilyen cselekedete miatt, a másik pedig az, hogyha valakiről megállapítják azt, hogy cselekvésképtelen. Tehát ha valaki cselekvésképtelen, ha nem tudsz felelősséget vállalni a saját tetteiért, akkor nyilvánvalóan a választójog gyakorlását sem gyakorolhatja. Az első szlájdon megmutattam azt, hogy az 1989-től 2010-ig magának a választójognak és a választási rendszernek nagyon sok módosítását kezdeményezték a törvényalkotók. Ezek között voltak jelentős és voltak kevésbé jelentős változások. Ez a folyamat a mai napig sem ért véget, hiszen most is egy olyan folyamatban vagyunk, amikor a választási rendszernek az átalakítása zajlik, és bár az alaptörvényben, az alkotmányban már szabályozták ennek a fő vonalait, a választási eljárásról szóló törvény még mindig a parlament előtt áll, és egyelőre még nem jutott ahhoz a nyugvóponthoz, hogy mondjuk a következő éves választásokat ennek alapján már elő lehetne készíteni. Jelentős mértékben megváltozott a választókerületeknek a struktúrája Magyarországon. Újra gondolták és újra definiálták a kampány és a kampánycsend fogalmát. Megváltozott az ajánlószervények gyűjtése. Az ajánlószervényekkel kapcsolatban nagyjából egy dolgot szeretnék megegyezni. Nem tudom, hogy a társaságnak a nagy része középiskolás. Az, hogy kopogtató cédula, az kinek mond valamit, tegye fel a kezét. Jó, akkor nem magyarázom a kopogtató cédulának a fogalmát, azt viszont igen, annyit megjegyzek, hogy miután ezzel rengeteg visszaélés volt az előző választások során, mindegyiken, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak az utolsó, hanem ezzel mindegyik választás során probléma volt, akár adatvédelmi szempontból, akár büntetőjogi szempontból, hogy vásárolták ezeket, ellopták ezeket, ezért meg kellett, hogy változtassák, és most úgynevezett ajánlóíveket fognak bevezetni, amelyet majd az állampolgároknak, úgy, amikor népszavazási kezdeményezések vannak, ezeket az íveket hordozzák, azokat szokták aláírni az emberek, most majd ezeket az íveket szeretnék, hogyha aláírnám.
Megváltozott a parlamentnek a létszáma az új választói törvény alapján, megváltozott a választásnak a rendje, a két fordulós választás helyett egy fordulós választásokat tartunk, és az előzetes regisztráció, a feliratkozás volt az egyik olyan nagy probléma, amely megint csak azt mondhatjuk, amiről szerettem volna hosszabban beszélni egy kicsit az előadásban, hogy mit jelent a feliratkozás, a regisztráció rendszere. Ez tulajdonképpen anélkül, hogy erről komoly szakmai vitákat lehetett volna folytatni, azt megjegyezhetjük, hogy lényegében egy politikai hisztéria volt a regisztráció kérdéséről. Nem lehetett ezt igazából kibeszélni, és ebben azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden félhibás volt, aki a választójoggal foglalkozott. Abszolút hibás volt a kormányzat, amelyik előkészítetlenül és szakmai megalapozás nélkül vitt be egy ilyen változtatást, egy ilyen törvényt a parlament elé, és nyomott át erőből. És azt gondolom, hogy abszolút hibás volt az ellenzék minden szintje, akik nem voltak hajlandók erről semmilyen szinten komolyan beszélni senkivel. És miután, hogyha nem beszélnek ugye a politikai szereplők egymással, akkor marad az a változata a politikai életnek, ami Magyarországon kialakul. A regisztráció és a feliratkozás tulajdonképpen három csoport, ebből a szempontból három csoport lett volna megkülönböztethető, azok, akik rendelkeznek Magyarországon lakóhelyen, akik nem rendelkeznek, és a nemzetiségek. Az utolsó kettő az nem képezte vita tárgyát tulajdonképpen, sem a nemzetiségek képviselői, sem a magyarországi lakóhelyen nem rendelkezők kapcsolatban nem volt vita. Az igazi kérdés az az volt, hogy akik Magyarországon lakóhelyen rendelkeznek, és benne vannak már egy névjegyzékben, na őket miért kell akkor újra vegzálni, és miért kell arra kényszeríteni, hogy regisztrálják magukat. Egy másik megközelítés ennek a kérdésnek az, hogy ha visszatérünk a választójognak az eredeti fogalmához, az, amely a választójogot tulajdonképpen jogként adja az embereknek amellé, hogy vagyonnal rendelkeznek, hogy magántulajdonuk van, hogy döntsenek arról, hogy mit akarnak az életben csinálni. Az a fajta felfogása a választójognak, hogy ez van nekem alanyi jogon, mert jár onnantól kezdve, hogy elmúltam 18 éves. E között a két felfogás között óriási különbség van, és vehetünk akár egy ilyen pozitív szándékot is a kormányzat és a kormányzat erők részéről, hogy akár még ez is megfordulhat a fejükben, hogy az aktív állampolgárságot felelős állampolgársággal kössék össze. Igaza van az ellenzéknek is abban az értelemben, hogy akkor, amikor van egy jog, amihez hozzászoktunk, ha kihúzzuk a lábuk alól az embereknek ezt a jogot, és nem készítjük elő ezt megfelelő módon, hogy átalakítsuk az embereknek a szemléletét és a gondolkodásmódját, akkor ez jogkorlátozáshoz is vezethet. Miután letelt az időm, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Van-e valakinek kérdése? Az utolsó témában egy olyan kérdés, amikor esetlegesen egy politikai párt mondjuk hatalomra kerül, akkor az a következő választások kívül alakíthatja úgy a választási törvényeket, vagy a szabályzatokat, hogy ez a saját érdekeinek tegye jót. Mondjuk az elkövetkezendő választások. Jó, az, hogy a választójogi törvényt hogyan lehet alakítani és hogyan lehet módosítani, azt a mindenkori alaptörvényben, tehát az alkotmányban és a választási eljárásról szóló törvényekben ezeket nagyon komolyan rögzíteni kell. Általában a választással kapcsolatos törvények, ezek olyan alaptörvények, amelyeket szigorúan véd minden jogállam, és általában ezeket nem feles törvényekhez, hanem kétharmados törvényekhez. Tehát, hogy a parlamentnek a túlnyomó többsége, a nagy többsége kell, hogy azonos módon szavazzon. Ezeket a jogokat ilyen módon próbálják védeni, hogy ne lehessen minden pillanatban változtatni rajta. Abban az esetben, hogyha egy politikai erő megszerzi a kétharmados többséget, amely rögzítve van az alkotmányban, hogy mivel lehet hozzájárulni ezekhez a törvényekhez, onnantól kezdve bármelyik politikai erőnek felhatalmazása van arra, hogy hozzá tudjon nyúlni bármilyen törvényhez, nem csak a választójoghoz. Mi a kérdés? Igen? Csak
csak azért, mert egészen kiváló alkalom, hogy három alkotilag különböző kollégánk nagyjából egy olyan helyzetet vetítették ki elénk, Péter, Máté és Gábor is, hogy szembesülni kell bizonyos értelemben saját magunknak néhány saját magunk által korábban gyakorolt meg hit tételével, mert hogy kimondva kimondatlanul Gergő, aki nincs itt most jelen, ugye az jelezte, hogy többé-kevésbé egy posztnacionális világban élünk, amikor, ha még működnek is az etnikai reneszánsznak bizonyos felfutásai, mégiscsak minden másképp működik, mint a 19. században és már a 20. századhoz képest is másképp működik. És ezeket a folyamatokat nagyon nehéz ma még kőbevésni, modellálni, tehát nagyon sok minden változik, és ezért volt számomra nagyon tanulságos az, hogy a Körös-Tárkányi eset, meg az etnikai sziget, meg a Keményfi Robert által még annak idején ugye előbb lelkesen fölkarolt, aztán későbbi munkáiban már enyhe távolságtartással, ma pedig elég erős kritikával szemlélt etnikai térszerkezeti vizsgálódásai is mutatják, hogy nem lehet egy ilyen összetett folyamatot, és erre Máté is ráerősített, nem lehet már csak egy etnikai metszetben értelmezni. Tehát azok a folyamatok, amelyek a neoprotestáns egyházak megjelenésével az utolsó tabukat is, tehát az egyházak erős szétválasztását is ugye fölülírják, amelyek a kétnyelvűségnek még a legutolsó magyar szigeten is egyre erőteljesen megjelenésével egy új közösségi magatartást alakítanak ki. Ez is jelzi azt, hogy itt most már valójában vagy elkezdjük mi is kongatni a harangot azokkal, akik ugye ezt csinálják 200 éve, vagy pedig tudomásul veszik, hogy ezek az emberek megtanultak élni ebben a térben, és ők ezt nem nyelvszigetként, meg nem az utolsó harangszó előtti állapotként élik meg, hanem az élet egyik magától értetődő jelenségeként, és a magyar néprajz is tulajdonképpen így közelít ezekhez az utolsó sziget jelenségekhez, és én úgy gondolom, hogy az összes kutatás ebben az irányba megy, hogy a magyar néprajz fog először talán egy nagyon reális képet fölmutatni ezeknek a folyamatoknak a érték jellegéről. És kíváncsi vagyok, hogy a szavaimban volt némi, ugye biztos ki is érezted, hogy te még azért alapvetően ezt a sziget jelleget, az etnikai híd mindig is töredezett jellegét hangsúlyoztad, miközben az internetkultúra, miközben az autópályáknak a kézzel közeli közelsége, ugye ezeket az etnikai hidakat most már még a metaforáknál is lentebbi szintekre viszi, hiszen ezek most már csak metaforák. Tehát a kérdésemben ez az állítás van benne, és örülnék, hogyha reagálnál rá, hogy ezt te hogyan érzékeled. És most már csak ilyen negyed kérdések. Volt egy olyan érzésem Péter esetében, hogy Péter a maga számára egy olyan határon túli magyar világot, és még inkább egy olyan magyarországi támogatáspolitikát vizionál, amelynek természetesen ezek az archetipusai léteznek ma is, tehát vannak. De a kinti világ sokkal összetettebb szerintem ennél, a magyar támogatáspolitika pedig mindig mellé nyúlt, a magyar támogatáspolitika éppen csak meg tudja karcolni a kinti világot, tehát az a néhány szerencsétlen, aki ezen a magyar támogatáspolitika emlőin nő fel, az tulajdonképpen a kivétel. Hiszen a román, a szlovák állam ennek a többszörösét adja, még kulturális folyamatokra is, az egész iskolarendszert a kinti államok működtetik, nem Magyarország működtetik. Tehát ilyenféleképpen ezek azok az emberek, akik elhiszik, hogy a magyar támogatáspolitika bármilyen értelemben meghatározó tud lenni. Tehát én kicsit ilyen liberális retrónak véltem a te előadásodat, és örülnék, hogyha ezt így paritjából visszalőnéd. És akkor nem arra, hogy Gábornak is azt szeretném föltenni ezt a kérdést, hogy egyáltalán van-e még értelme a népszavazás, vagy a népszámlálásnak. Ugye ma Magyarországon, ma is, meg 10 évvel előtt is a legnagyobb kisebbség az a 600-700 ezer ember, aki azt mondja, hogy nem mondom meg, hogy melyik kisebbséghez tartozok, nem érdekel, nem akarok nyilvánítani. És annak, akik ebben azt mondják, hogy a magyarság elveszítette az identitását. A magyarság olyan őrült tempóban él, amit nem kötelező kitölteni, nem tölti ki. Meg egyáltalán úgy gondolja, hogy mi közöttök hozzá, hogy én milyen vallású vagyok, meg milyen nemzetiségű vagyok. Tehát ilyen értelemben ez a fajta identifikáció, ezeknek az identifikációs rítusoknak a figyelmen kívül hagyása, azt gondolom szintén abban az irányban mutat, amit jeleztem, hogy tulajdonképpen itt vége van annak, amikor jobbra át van, meg balra át van, hanem többes identitások vannak,
identitáson kívüli világok vannak, szituatív identitások, amire te is utaltál. Örülnék, hogyha jeleznéd, hogy mi az, ami szerinted mégis ezeket a kategóriákat tovább tudnék értetni. Köszönöm szépen a kérdést tanárnak. Az etnikai híddal kapcsolatban annyit tudnék elmondani, hogy ez egy olyan fogalom, amit az elmúlt 30 évben folyamatosan használ a tudomány. És nyilvánvalóan, amikor elkezdtünk egy olyan kérdést kutatni, amit elmúlt elején, ugye a 30-40 éven keresztül kutatnak, akkor törvényszerűen kényszerűek vagyunk használni ezt a fogalmat. Na most én azért használom az etnikai híd kifejezést, mert az én kutatásom szerintem éppen azt bizonyítják be, hogy ennek az etnikai hídnak nem igazán van más szerepe az identitás megőrzésében Törzsországban. Használni kell, mert egy olyan kifejezés, amit mindenki használt előtte. Keményfi tanárul is használta, de éppen Keményfi tanárulról közösen jövünk erre rá, hogy ő ezt leírta 94-ben, én 2004-ben szintén leírtam, most már biztos, hogy nem merném ezt így leírni, mert egyre inkább nincs jelentősége. A köröstárkányi magyarság az megtanult Romániában élni magyarként. Elfogadta ezt a helyzetét, többes identitása van lényegében. Az a fajta kicsit talán erőltetett magyar identitásőrzés, ami most tapasztalható Köröstárkányban, az egy külső kényszer, a turizmus részéről elvált kényszer lényegében. Azok a identitás tényezők, amelyek szerepet játszanak a köröstárkányiak magyar identitásában, a viselet, a tánc, a gasztronómia, a tájház, vagy sorolhatnám tovább ezeket, ezek akkor jelennek meg általában, amikor a turisták ott van. Turista idényben az emberek népviseletben járnak, táncolnak, amikor nincs turista idény, akkor nincs. Vagy akkor nincsen meg a saját viseletük, akkor nem hordják, akkor zárnak a tájház. Ennek van haszna, ez nem egy ilyen. Nyilvánvalóan természetesen. Tehát ennek gazdasági használva. Úgyhogy az etnikai hit kifejezést azt jelenti, ebben az értelemben nem használnak. De hát ezt bizonyítani kell, hogy miért nem használjuk ezt a kifejezést. Köszönöm szépen. Hát igen, tehát jogos, akkor szerintem nem derült ki. Én azt próbáltam mondani, hogy magyar államnak hogy kellene viselkednie ahhoz, hogy függetlenül attól, hogy mi a mértéke a támogatásnak. Ha 100 000 forint, akkor 100 000 forint, de ez menjen olyan dologra, ami bennünket a szomszédaink szemébe jobb színbe, jobb arcoknak mutat. Tehát ez a lényeg a dolognak, amit én mondom, hogy ne ez a kis dühös, nézzél, görcsös emberke, aki itt ugrál Európa közepén, és állom veri a mellét, hogy hiszen mi tanítottunk meg benneteket WC-papírt használni, és ilyen hálátlanok vagytok. Tehát ne ez legyen a minimálisunk az összes szomszédos országban, hanem az, hogy amit adunk, azt úgy adjuk, hogy nekik, tehát őket hozzuk olyan helyzetbe, hogy szeressék őket. Ami nagyon tökéletesen igazad, hogy Szlovákiában tényleg a nagy többség az az, amelyik konkrétan szlovák magyarnak tartja magát. Tehát olyan Szlovákiában élő magyarnak, hát van, volt ez a dokumentumfilm is, ami nagyon jó, tehát hogy ki az, aki tudott integrálódni, alkalmazkodni, és ki az, aki nem. Tehát akinek megadatott az a lehetőség, hogy van egy szakmája, van egy foglalkozása, az sokkal jobban megőrzi az identitását is, mint az, aki kizárólag ezzel van elfoglalva, de ez abszolút igaz a Vajdaságra is, abszolút igaz Erdélyre is. Kárpátaljáról nem tudok mit mondani, mert ott egyszer voltam életemben, de tehát én csak azt mondom, hogy Magyarországnak saját maga érdekében kellene azt az arculatát fenntartani, hogy mi ilyen szerethető és együttműködők, és együtt akarjuk ezeket a mi kisebbségeinket a többséggel tartani, és nem az, hogy tehát ne az legyen a látszat, hogy mi konkrétan párhuzamos intézményrendszert építetünk a környező országban lévő magyarokkal, amelyik az állam pont a lojalitás kérdését, tehát hogy ilyen nem lojális állampolgárokat csinálunk a mi kisebbségeinkből. Ennek rengeteg, tehát ennek nem csak kulturális vetülete van politika is, szavazójog megadásától kezdve minden, van egy ilyen rossz állami hozzáállás ehhez, hogy ők a miénk, mi és akkor ők mit mondják, hogy akkor ezek a tiétek, és akkor miért itt élnek, hogy akkor hogy van ez. Tehát nem ezt a látszatot kellene erősíteni szerintem magyar állami költségvetési pénzből. Csak ennyit akartam mondani. Azt hiszem, hogy egy nagyon lényeges változás, talán egy tendencia kezdete, vagy már közepe, amiről beszéltél ezekkel a kategóriákkal kapcsolatban. Ugye az egyik dolog, ami miatt ez izgalmas, hogy amiről én itt beszéltem, arról persze az elmúlt 20-25 évben rengeteg történetlen munka született,
és hát ugye rendkívül divatos téma volt, de azért alapvetően, hogy az ember végiggondolja, akkor persze ezek a periférikus jelenségekből csinálnak tulajdonított jelentőséget, mint egy ilyen köztes állapot, és akkor némely szerzők ezt megpróbálták implicit módon kisugározni, hogy valójában ez azt jelzi, hogy ezek az adott társadalmak akár monarchia idején, a cseh tartományokban, akár Galíciában, akár a mai Szlovéniában, egykori Krajnában, tulajdonképpen lényegében teljesen etnicitás nélküli társadalmak, a nemzeti kategóriáknak nincs mindennapi jelentősége, ami azért egy nagyon sok esetben kétségbe vonhat, vagy legalább ennyi ellenpélda szembe helyezhető ugyanebből a korszakból, ugyanennek az államalkulatnak a másik részéből. De ezzel együtt nagyon fontos volt, hogy felhívja a figyelmet arra ez az egész részben divat, hogy mi is a probléma ezzel az állami kategorizációval. És ugye most úgy tűnik, ez a magyar népszámlás például teljesen ezt mutatja, hogy ez a jelenség egyre kevésbé egy periférikus jelenség, de ennek megvan a másik oldala is, azt hiszem, tehát a kategorizáció is ahogy változik. Ugye amiről én beszéltem, ezek a nagyon kemény kategóriák, ahol valakinek tartoznia kell valahová, de csak egy helyre tartozhat. Tehát hogy a csehszlovák ítéleteknél ugye azt már nem is mondtam, hogy és amikor valaki nem akart sehova tartozni, azt besorolták erőszakkal. Tehát hogy nem volt ilyen kategória, hogy nem tartozom valahová. Ma pedig a statisztika már arra kíváncsi, azt próbálja kitapogatni, hogy milyen dimenziókban érzi magát. Tehát ugye a 2001-es magyar népszámláláson már nem csak nemzetiségi és anyanyelvi, hanem kulturális kötődést és használt nyelvet is kérdeztek, és tehát egyre szélesebb körben értelmeződnek ezek a dolgok, és ugye ettől ebben egyre elmosódottabbak lesznek, ugyanakkor ez a feltételezés egy bizonyos értelemben ez mutatkozik is, egyúttal lehetővé teszi azt, hogy ténylegesen, tehát ezek a sokszínű identitások, identifikációk megmutatkozzanak. A nagy meglepetés az valóban, bár én nem foglalkoztam a népszámlás előkészületeivel, nem követtem, tehát hogy dehogy a magyarnak nem vallás ilyen mértékben megjelent. Hát ugye csak azt a szokásos bölcsességet tudom, hogy várjunk még 10 évet, a népszámlásokkal szerencsétlenek vagyunk, nincsenek minden évben, akkor meglátjuk, hogy itt valami egyszeri tényező játszottak ebben szerepet, vagy pedig amiről te beszéltél, amit én egy nagyon életszerű hipotézisnek tartok, tehát viszont egyáltalán nem tudom, hogy ne lehetne, vagy ne lenne mögött ilyen. Köszönöm szépen. Nekem Prosztek Péter, ez lenne olyan kérdés a másosorban, hogy az előadásban elhangzott, hogy a kultúra, ami régi módi hagyományokra épülő, az mindenképpen csak rossz lehet, és inkább vessük el ezt a régi módi hagyományokra épülő kultúrát, helyezzük tiszta alapokra, és inkább azt közvetítsük a többiek felé. De hát nem éppen a kultúrának nem az a lényege, hogy valami hagyományra épült, valami régit, ami már bizonyította értékállóságát, azt közvetítjük, amit már egyszer bizonyított. Azt is, de nem tennék. Ja, köszönöm kérdés. Tehát én egyszerűen nem emancipálnám a kortárs kultúrát. Azt mondom, hogy persze, ami régi, annak ugye egyrészt megvan a közönsége, megvan az a kör, amelyiket befogadja. Persze, nagyon fontos azt is ápolni, őrizni, de ezért nem szabad elhanyagolni azt, hogy a kultúra az egy folyamat. Tehát az, ami most zajlik, annak a régi a része. És ezt nem szabad elfelejteni, és ezt ami most zajlik, ezt ugyanúgy kell támogatni, sőt, igazából ez kellene ahhoz, hogy legyen annak közönsége, ahhoz ezt kell létrehozni. Azt a direkt, közvetlen, beavatkozó, résztvevő kultúrát kellene erősíteni, hogy a réginek aztán legyen közönsége. Mert annak a közönsége, ki olvas Harry Potter után, ki fog Jókait olvasni ezében gimnáziumban, vagy általános iskolában, iszonyú nehéz. De hogyha megszokja azt, hogy olvas, akkor előbb vagy utóbb vissza fog térni jók, ez csak ilyen nagyon egyszerű példa. De az hogy valaki megnézze egy Shakespeare darabot, az nem azzal lehet kezdeni, hogy Shakespeare-re viszem be a színházba, hanem azt, hogy elviszem egy olyan színházba, ahol először meglátjuk, mi az, hogy színész, mi az, hogy színpadi játék, mi az, hogy mozgás. És a zenéhez is úgy lehet eljutni, klasszikus zenére nem nagyon lehet bevinni már a tikorosztályokat. Már ki jár filharmóniában, ki jár klasszikus zenét? Biztos van, de azok, akik zenét tanulnak.
én is úgy jutottam el a klasszikus zenéhez, hogy igen, a heavy metal-tól eljutottam a jazzig, és a jazztől a komoly zenéhez. Tehát a résztvevőből lehet eljutni oda szerintem, hogy utána már érdeklődjön a szélesebb körbe. És akkor ön szerint minden mai kulturális irányzatot támogatni kell? Nem minden, arra, nyilván nem. És ki mondjam akkor, hogy mit támogassunk és mit nem? Mi a szelekció alapja? Tehát ez biztos, hogy vannak bizonyos szakmai körök, akik, tehát van egy minden egyes művészeti ágnak van egy szakmai közege, tehát vannak a színkritikusok, akik nyilván nem fogják a, akármilyen amatőr színtársulatról nem fognak elkezdeni beszélni, de el fognak kezdeni Pintér Béláról beszélni, aki nem egy hivatalos színház, hanem egy hivatalos színház, de nem egy külszínház, ahova az emberek eljárnak. Tehát mindenki tudja, hogy Pintér Béla magyar színjátszásnak a legnagyobb élő csillaga most, és akkor mindenki eljár oda. És akkor oda el lehet vinni fiatalokat, akik meglátják, hogy mi ez a színházi játék, és utána már be fognak menni. De ennek minden művészeti ágnak megvan a maga szakmai közege, amelyik ezt tudja kitermelni magában. Van egy beszéddiskurzus, ahol eldől, hogy mi az, ami érték, és mi az, ami nem. Tehát én nem azt mondom, hogy a lapodalmas zenét kell támogatni, és az ugyanolyan érték, mert ugye ez nem erről van szó, hanem arról, hogy bizonyos köröknek megvannak a maga értékei. És ezeknek a szakmai értékeknek kellene érvényesülnie, és nem annak a politikai akaratnak, hogy most éppen mondjuk van egy színtársulat, ami éppen megy, és akkor azt fogjuk támogatni. Mert mindig ennek a szakmai közegnek az értékítéletei számít. Erről külön konferenciát kell, hogy rendezzünk. Azt gondolom, hogy erről kellene, vagy nem konferenciát, akkor külön beszélgetés sorozatot, amikor ki lehetne ezeket a dolgokat beszélni. Hogyha nincsen valakinek olyan kérdése, ami feltétlenül megrázkódtatást okoz, hogyha nem plenárisan teszi föl, hanem esetlegesen majd a konferencia bezárását követően még egy pohár üdítő vagy bor mellett, akkor én megköszönöm az előadóinknak az előadásokat, és miután a konferencia lezárásához hozzátartozik az, hogy néhány szót összefoglalóan kell, hogy mondjunk arról, hogy mi történt itt a mai napon, megkérném Szarka tanár urat, hogy kötelezővel tartani. Én először a közönség előtt jelenem az alapot. Ilyen Magyarországon már nincs ilyen közönség, aki végigül egy péntek délutáni konferenciát, ugye szeretném megköszönni a fiataloknak és a kollégáknak is, hogy eljöttek és itt voltak is. Azt kell mondjuk, hogy akik egymást hallgattuk, ugye tehát vagyunk egy páran, akik már 20-30 éve különböző konferenciákon ezt a témakört különböző megközelítésekben közelítettük, ezt mi magunk módján egyfajta kis ünnepnek tartottuk, hogy itt most Egerben volt alkalmunk arra, hogy egy nem akármilyen politikai helyzetben, nem akármilyen tudománypolitikai helyzetben, egy nem akármilyen Magyarországon képesek voltunk elmondani a magunk álláspontját, véleményét olyan kérdésekről, amelyek ma nyitva vannak, és amelyeknek az irányai sok tekintetben bizonytalanok, más tekintetben pedig túlságosan is biztosak. Köszönöm a tanszéknek azt, hogy ezt a konferenciát megrendezték, és hogyha ki akarok emelni három dolgot ebből a mai előadás folyamból, akkor azt gondolom, hogy elsősorban azt a mozdulatot kell kiemelni, hogy mindannyian érezzük, hogy az etnicitás, az etnikai sajátosságaink, azok egyszerre nagyon összetett identitásképző tényezők, másrészt pedig nagyon sok olyan elemet hordoznak magukban, amelyek bennünket részben elvisznek egy etnocentrikus, egy szerencsétlen, köldöknéző magatartásba, de ugyanakkor értéktermelők is. Tehát először magunkban kell megbékélnünk a magunk elfogultságaival, a magunk előítéleteivel, hogy ugyanilyen nyitottsággal tudjunk közelíteni a velünk együtt élő nem magyarokhoz,
vagy az olyan magyarokhoz, akiknek más identitásuk is van, vagy az olyan szomszédokhoz, akik ránk ugyanilyen furcsa módon néznek, és rettenetes elképzeléseik vannak arról, hogy kik is azok a magyarok. A másik dolog, azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy itt több disziplína is megszólalt. Tehát, hogyha csak arra gondolok, hogy Dobos Marianna egy igen klasszikus látéletet adott arról a akadozó párbeszédről, ami a helyi kisebbségi önkormányzatok meg a többségi önkormányzatok között működik, és ami egy kulcskérdés tulajdonképpen, hogy Magyarországon ne csak az etnikai béke, hanem az etnikai interetnikus együttműködés is megmaradjon, akkor jól láthatták, hogy azok a történészi előadások, jogász előadások, Szonya kolléganőknek ez a nemzetközi kitekintése, hogy tudni élik, bennünket figyelnek. És bármennyire szeretjük, vagy nem szeretjük az uniót, rettenetes fontos, hogy van egy ilyen esernyő fölöttünk, amelyik figyel. A legutolsó kis tiklis bűnözőre, bicikli tolvajra is, hogyha őt a cigánysága miatt bántják, akkor az majdnem olyan, mintha bennünket a magyarságunk miatt dupla annyira ítélnének el egy közlekedési kihágás miatt Angliában. Tehát hogy ez nekünk is nagyon fontos, hogy nem fognak bennünket diszkriminálni sehol Európában, mert Európának vagy diszkriminációmentesnek kell lennie, vagy pedig nincs értelme, hogy Európáról beszéljünk. Ez nagyon fontos volt ez a dimenzió is, hogy itt megjelent. És végül azt gondolom, hogy hálásak lehetünk azoknak a kollégáinknak is, itt most ugye ez a Tárkányi eset mutatta, hogy itt vannak olyan mélyfúrások, olyan tudások ezek mögött, az előadások mögött, ami jelzik, hogy van egy olyan felelősségünk, amiről az élőt is próbáltam beszélni, az értelmiség felelőssége. Ugye nekünk általában három olyan tulajdonságunk van, ami miatt el tudjuk adni magunkat. Tehát azok, akik értelmiségi pályán mozgunk, és akik értelmiségiek akarunk lenni, az egyik az, hogy a dolgokat nevén tudjuk nevezni, és félre tudjuk tenni az elfogultságainkat. Tehát nem azért fogunk valamit mondani, hogy az tetszen valakinek, hanem azért fogjuk mondani, mert az nekünk a meggyőződésünk. Ez a mi definíciós hatalmunk, hogy meg tudunk valamit, nevén tudunk nevezni valamilyen formában. A másik a befolyásolási hatalmunk, hogy egymást is meg tudjuk győzni, mert van fülünk és van szánk, tudunk párbeszélni. Tehát itt a mai napon is remélhetőleg önök is látták azt, hogy volt egy rejtett, meg egy kevésbé rejtett párbeszéd is ebben a konferenciában. És a harmadik dolog, amit mi igazából tudunk, az egy reális döntési alternatíváknak az asztalra tétele. Süket és buta az a politika, amelyik nem használja ezt az alternatíva termelő értelmiséget. Ugye itt az előadásában Horváth Ágnes tanszékvezető asszony is jelezte, hogy micsoda szörnyű zsákutcába tud belemenni egy nagyon magabiztos politika is, amelyik előtte nem hajlandó fölmérni azt, hogy milyen következményei lennének az általános választójog bármilyen típusú korlátozásának Magyarországon. Hál' Istennek ezt a gyalázatot megúsztuk, de jelzi azt, hogy mekkora felelőssége van nekünk is. Tehát nem szabad csöndben lennünk, amikor úgy érezzük, hogy valamit jobban tudunk, valamiről többet tudunk, valamiről van egy olyan elképzelésünk, amely alternatívaként is megfogalmazódik. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam a nagyon szubjektív záró megjegyzéseimet, és visszaadom a szót Horváth Ágnesnek. Köszönjük szépen! És akkor nem marad más hátra, mint hogy nagyszerű hétvégét kívánjak mindenkinek. Azzal az útra valóban, hogy én tényleg szeretném, hogyha a középiskolásoknak a fejében nem csak az maradna meg, hogy egy hosszú pénteket töltöttek el az iskolán kívül, és sokkal többet dolgoztak, mint ha az iskolaparkban ültek volna, hanem esetleg azzal a tudással mennének el, és adnák tovább a többieknek, amely az egész középiskolai oktatásunkból hiányzik. Mint ahogyan nem tudjuk azt értékelni, mert nem értjük meg személy szerint, hogy nem fütyülnek a golyók a fülünk mellett, és bármikor kimeltünk az utcára. Ugye, hogy Brazíliában, aki volt már, az tudja nagyon jól, hogy ez nem olyan egyértelmű dolog, hogy akkor most innen átsétálok oda. Ez Magyarországon még teljesen természetes. Azok, akik itt ülnek a teremben, többségük számára teljesen egyértelmű az, hogy őt amiatt, mert magyar, amiatt, mert valamilyen nemzetiséghez tartozik, lényegében soha életében nem érte inzultus. Nagyon nehéz megérteni azt, úgyhogy ha az ember még nem került ilyen helyzetbe, hogy vannak emberek, akik az egész életüket így élik le.
és az a Kárpát-medence, ami egy ilyen sok nemzetiségű, kifejezetten sok etnikummal telített terület, ez egy olyan, lehetne a békeszigete, de lehet bármikor egy robbanás veszélyes forduló, mint amilyen volt az évszázadok alatt többször is, amikor, ha nincsenek ezek a problémák kezelve, ha ezekről nem tudunk beszélni, akkor ezek előbb-utóbb még nagyobb problémákat okoznak. Azért volt a címe a Tolerancia és Párbeszéd a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól ennek a mai napnak és ennek az egész programsorozatnak, hogy hát ha mi is a magunk módján hozzá tudunk tenni egy kicsit ahhoz, hogy ez a párbeszéd létrejöjjön. Köszönöm szépen a figyelmét még egyszer mindenkinek, és jó hétvégét kívánok!